Hello mindenki, látszott, hogy ez pedig itt a Sims 4 143. része. Ebben a részben szeretném fejleszteni Emmának a festési jártasságát, ugyanis nem lenne rossz fém pontot, vagyis hírességpontot szerezni. És aztán ezzel emelni a hírességét Emmának. Amúgy, hát egyes szinten vagyunk, de úgy kicsit följebb kéne emelni. Emma mindjárt fel kell. Majd egy Breeze Shower-t kéne tolnia. Ja. Mi a problémád? Miért nem tudsz bemenni ide? Na, megy ez. Mondtam én. Ezt tisztítsd ki. Aztán mossunk egyet. És akkor térjünk vissza majd a festményhez. Úgy mikor megyünk? Péntek, most, ma megyünk majd meghallgatásra elvileg? Aha. Na, ezeket nem kutattam át. Na, mindegy. Jó. Aztán most már tényleg mossunk, könyörgöm. Aztán, ha Ben felkelt, le kéne majd zuhanyoznia. Egy Breeze Shower keretein belül. Waterall, és nem volt, nem kétszer Waterall, hanem Supercell-t szerettem volna. Aztán ez pedig Weed Area. Jó. És Supercell. Ezzel vajon megint az egész sort el tudom adni? Nem csak egy bizonyos részig tudom. Jó. Gardening level 9. Über jó. Itt valami kim van. Ezt ide berakjuk. Hú, Emmának nem, Emma. Brastit. Párszor kiadjuk, hogy mosson fogat, és akkor konfident állapotban fog elvileg elmenni a meghallgatásra, és akkor nagyobb esélye van annak, hogy fölveszi. Bár mondjuk így is mindig fölvették, de akkor is a reputation is megy ezzel följebb. Előbb, mintha azt láttam volna. Nem, ez már a forgatás. Hó! Benéztem. Bocsánat. Jó. Get into hair and makeup, szóval megint meg kell csinálni a haját. Most kalózosak leszünk? Igen, kalózos. Kicsit gyorsaságot vigyünk bele. Még a végén valaki más ül be a székben. Szedett magának egy kaját. Gratulálok. Oké, elvileg a smink az most jó. Ó, Halloween van. Jó, majd ha hazaértünk. Már haza is ment Travis, 104 szimola onnan, az igen. Azt nem mondom, hogy nagyon fáradt vagy. Get into costume.
Jó. Oké, okay. Nem lett rossz. Valakivel pletykálnunk kell. Hol a pletyka? Megvan. Vele pletykálunk. Mert miért ne? Ó, még gyakorolni kell a practice actinget, vagyis... Értitek? Gyakorolni kell a színészkedést. Aztán egyen egy kis kaját. Oké, ez is megvan. Get to know. Friendly, get to know, merre van a get to know, bingo. Jó, mehetünk. Oké, mondjuk neked, hogy... Te vagy a direktor. Friendly introduction először is. Te vagy a direktor pedig, miért nem tudom neked mondani azt, hogy... Akkor legyen ez a bemutatkozás. Mert ugye először mindenképp be kell neki mutatkoznunk. Ajjaj, kicsit fáradt lettem ma. Jó. Ready to perform. Úristen. Jaj! Elszökik a díszlet. Oké. Megint elszökik a díszlet. Jó. Mondtam neki, hogy kész vagyok, nem? Jó, akkor... Friendly. Miért nem? Dina, keljél föl és menjél ide. Pletykáljunk vele akkor gyorsan. Nem tudok előadni. Miért? Nem tudok semmire se kattintani. Ez így nem jó. Bebagolt. Aj, ezt nem hiszem el. Hol vagy, Emma? Hihetetlen vagy. Bronzot kaptunk, 3 csillagot, jó, menjünk haza, könyörgöm, ez valami borzalmas volt. Jó, legalább megkaptuk a pénzünket, legalább annyival közelebb vagyunk a semmihez. De mivel Emma, ezt be kéne kapcsolni és utána menjél aludni. Dina, T.
Téged mi kell, hogy előléptessenek? Charisma skill, nagyon jó, akkor nem. Itt a földszinten van egy tükör. Practice speech. Jó. Jó, és Emma, mint... Jó, most nem, mert nagyon fáradt vagy. De most fókuszd lettél. De miért lettél fókuszd? Csak elindítottad a mosást, könyörgöm. Aztán pedig festeni kéne amúgy. Azt terasztom arra a részt, de mindegy akkor. Expand contract. Igen. Tartsunk ki. Ez az. Nem jöttünk ki belőle jól. Jó. Kicsit pörgessük be az időt. Hol van karizma? 35%. Jézusom. Ez sokáig fog tartani. A karizmát ez mindig nagyon sokáig tart felfejleszteni. Ez bármelyik Sims játékban így van. És borzalmasan lassan megy. Daniel, fejlesztjük ki neked a fitness-t Epic Workout-tal maximumra. Bent nem léptették elő, igaz? Nem. De egy Study Opponents-el... Web... Study Opponents, ezt... Ezt meg tudjuk... Ez az, kaptunk valami jó visszajelzést. Most Travis amúgy... Travis, te mit keresel itt amúgy? Gyere haza! Miért jött el a stúdióba? Lehet, hogy amilyen zakkant meg a játék? Megint. Travis, miattad bukjuk el a sok pénzt, a sztársuskát, a sztárgázsit, miattad, csak is miattad. Mert nem bírsz elmaradni otthon a velegeden. Veleg? Valag? Akármi. Jó, Travis-t is hazahoztuk. Minden esetre. Vegyen egy breeze showert, és neki zuhanyoz, aludnia kell. Emma, te pedig akkor, mivel felkeltél, ezért fessél, légy szíves. Valamint fel kell hívni az ügynökségeket. Adsz Instagram story, és... Ó, van valami notebook. Check for geeks. Mi volt az utolsó? Aha, jó. Szeltu Collector. 2825, eddig ez a legmagasabb. 6500. Karizma level 7. Karizma level 7. Remélem rohadt alacsony a karizma szintünk. Igen, 3-as. Ennek nagyon tudok örülni, szóval a karizmát fejleszteni kéne veszettül. Ja.
Így. Mikorra kell összeszednünk ezt a karizma szintet? Sunday, Saturday, Sunday. Holnapra kell. Hetes szint, és még csak 4-esnél járunk. Anyám, barogás, ez hosszú menet lesz, Dina. Felkészültél? Jó. Ben, mikor 11 órán belül megy dolgozni? Just started. Jó, akkor folytassuk. Ezt meg kell csinálnunk, hogy elő tudjanak téged léptetni, mert már 7-es szintű vagy, de eléggé keveset keresel. Anyám, barogas. Ezt nem gondoltam át teljesen. Mindegy. Legalább fit vagy, fiatalos. Jó, ennét kéne valamit. Nem. Aj. Ez nem tudom mi amúgy. Ezt akkor kidobjuk. És akkor megint nincs kaja. Jippi. Jó, akkor egy breeze shower, gyorsan venned kéne, aztán aludni. És utána ismét nekiállunk a... karizma skillnek, hogy ezt felfejlesszük, mert különben nem kapod meg a... milyen nap van, Halloween, yippee. Mit kell csinálni? Weird costume. Legyen mondjuk... Legyen... szobalány. Azt hittem valami jobb lesz, de mindegy. El kéne menned zuhanyozni. Aztán pedig enni valamit. Szerintem a torta már elfogyott. Mert miért ne? Szóval... neked is főznöd kéne valamit. Mondjuk spooky cookies-t. Igen. Jó, nem tudom mennyire fogom ezt tudni megcsinálni. Térj vissza a spooky cookieshoz. Ezt meg add meg utána. Úgy itt ezt a tartót szerintem eladom, mert rohadtul nem látszik tőle semmi. Meg ez is. Én adatisztultság hívő vagyok. Ezt így ide rakom, bár mondjuk meg kéne fordítani, hogy befele nézzen, mert hát a konyha arra van. Ezt is ide átrakjuk, így. És akkor már is könnyebben alkotnak. Remélem 5 órán belül megy dolgozni. Főzzünk kávét.
Komolyan elromlott? Ben, légy szíves, javítsd meg! Közben Dina itt elteleportál. Na most akkor főzzünk még egyszer kávét. Na? És akkor most kávéz, reméljük feltölti az energiádat. Így időskorodra tudom, már lemerültél köbbe, de csak túléled. Viszont Dina, neked akkor a karizmát kéne megint fejleszteni. Hogy várjunk, mi volt az? Mindegy. Engedjük el jó messzire. Daniel, veled, hogy nem tudok semmit csinálni. Travis, neked mit kéne? Programingot. Program. Practice programming. Ben, valamilyen szinten élhetőre hoztad magad? Igyad már azt a kávét. Meg egy gyors szunyát azért bedobhatsz esetleg, miután sikerült beszlopálnod a kávédat. De ahogy nézem, ez nem sokat segít. Jó, hogy ti meg itt edény lerakatot hoztatok létre. Mindegy, legalább gyűjtöm a pénzt. Jó lesz ez. Oké. Amúgy Dina, neked nincs. Hova raktam most ezt a tányért? Mondd azt, hogy beraktam a hűtőbe. Nem raktam be a hűtőbe. Akkor hova lett? Eltüntettem egy tányért a semmibe. Vagy vissza kell... Nem került vissza. Hova lett ez a tányér? Na mindegy. Úristen, ez meg már megromlott. Bente, miért tartasz magadnál ilyet? Mikor mész dolgozni? Nem ártana elmenni dolgozni, ugyanis már... Igen, 24 percet már is késtél. Hihetetlen. Na? 6-os szint. Gyerünk, Dina, meg tudod csinálni? És 24 órán belül mész dolgozni, úgyis. Ez az. Web. Browse Intelligence. Jó, befejezheted. Wear costume, legyél mondjuk cheerleader. Hú, azt ne add meg. Megint eltűntettem valahova egy tányért. Ah, megvan. Remek. Dina, ezt is csak te tudod tönkretenni. Jaj. Mean stick, nagyon jó. Oké, programming, nagyon jó. Akkor Travis talán előléptetik majd. Charisma level 7. Erre nagyon rá kell feküdnünk. Te meg rossz kaját ettél, mi? Offenzív. Tessék, én mondtam neked, hogy ne edd meg. Úristen. Anger management. Valamikor csak úgy mérges leszek, de nem tudom, mit csináljak magammal. Hogyan tudok ezzel megbirkózni? Igen. Jó. Romance fesztivál van. Clemens Frost, hagyom minket békén.
Tényleg veled még be kéne öltözni, és akkor úgy megvagy. Legyél mondjuk postgame presser. Ja. Igen. Ja, hogy interjú a játék után. Igen. Statisztikailag ez a leg... Igen. Legyen ez. Vér, kosztüm, és mi ez a villány? Az most nem tudom, hogy... Ja, hogy bűnöző? Nem pont erre gondoltam. Nem. Banyek. Vérkius kosztüm. Space Ranger Smuggler. Maid Melman. Legyél astronauta. Akkor ezt is kutasd át. Ezt rakjuk hozzá a szárítóhoz. Jó. Ezt mossuk ki, ezt meg kezdjük el szárítani. Ja Istenem, de nehéz. Ők igazából nem szeretik ezt az ünnepet. Dinának vagy Emmának megvan, Dánielnek kezd meg lenni. Ja. Ezt pedig most meg, most ki. Rendben, de akkor szerintem most itt lenne vége ennek a résznek, remélem tetszett nektek. Ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek. Következő részben... megint a practice, erre kellett volna rámennem. Következő részben elvileg Emma-val megyünk meghallgatásra, amihez... megvan neki a karizma skill? Dehogy van meg neki? Úristen, nem fog meglenni a karizma skill, de meg kell csinálnunk a 7-es szintet, azt hiszem. És utána megyünk meghallgatásra, és reméljük sikerül neki. Szóval remélem várjátok a következő részt. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót! Sziasztok!